Cserna Szabó Andrásnak a Sömmi című könyvét fogjuk ma taglalni, és ez a könyv, mutassuk meg, és itt a nagy alkalom, hogy végre az anyanyelvemen beszéljek, ami az őzés, mert ugye a könyvnek nagy előnye, hogy ugye Csongrád megyében, Békés megye határán játszódik, tehát ott ahol régen Rózsa Sándor és bandája dolgozott. És dolgozott? Hát dolgozott, igen. Nekik ez volt a munkájuk. Abszolút. És ugye azért Sömmi, mert hogy ővel beszéltek végig. Ugye a könyvnek az a nagy másik nagy vívmája, hogy Veszelka Imre, Rózsa Sándornak az egyik barátja, betyártársa, meséli el ezt az egészet. Ő az, aki a legszőbb paraszt volt a híradások szerint, és ő úgy született, hogy elvel beszélt. És ugye azon a területen ez nagyon furcsa volt mindenkinek, úgyhogy ez ilyen vicces ilyen nyelvi hívmánya még a könyvnek, hogy hol ővel, hol elvel. Amikor a Veszelka Imre a legszőbb paraszt beszél, akkor elvel beszél, amikor még idézi Rózsa Sándort, akkor ővel, hogy végig a beszél, úgyhogy imádtam én például ezért is. Igen, egyébként nagyon érdekes lenne olyanos valakivel beszélni, aki nem beszél ővel. Nekünk ez így nagyon élvezetes volt, lehet, hogy triplem, úgyha. Egyébként hát a sztori ugye attól kezdődik, ahogy összeállnak bandává, és kiderül, hogy mihez van ős tehetségük a begyarkodáshoz. Egészen odáig, hogy átszerveződnek és részt vesznek a 48-49-es szabadságharcban, mint harcoló alakulat. És volt egy kedves barátom, férjel olvasta, és azt mondta, hogy az első fele jóval lendületesebb volt, mint a mások. Picit így, én is így éreztem, hogy nagyon-nagyon jó volt, tök jó ez így egybe, csak az első fele olyan eredetibb volt, és a második felében, mintha így ki kellett volna futtatni valamire, de tényleg nagyon-nagyon jó volt. Nekem személyes érdekessége volt a dolognak, hogy a szabadságharcban ugye nagyon-nagyon utána néz Cserna Szabó András mindig a történelmi háttérnek, és az egyik tábornok vezeték neve megegyezett egy nagyon jó barátnőm család nevével, és felhívtam, hogy nem-e rokona-e, Asbot, és azt mondta, hogy igen, a felmenőik ezt van, tehát ez még úgy ad egy benne élünk a történelemmel. Benne élünk, nap mint nap együtt járunk edzésre a történelemmel. És úgy kategorizálja, azt hiszem a moly.hu, hogy ördögi Eastern írt Cserna Szabó, és az is annyira jó, hogy tényleg egy westernes hangulata van, csak hát azzal a pusztai vadsággal, ami az Alföldön a tanyavilágot jellemezte. Igen, és hogyha most már mondtad ezt az ördögi dolgot, ugye a reményben nagyon komoly szerepe van ennek a fauszti áthallásnak, hogy ugye író történet szerint Rózsa Sándor eladta a lelkit az ördögnek azért, hogy mindenható hatalmat kapjon a kezébe. És ugye ezt úgy a Veszelka Imre ezt úgy meséli, hogy volt egy bizonyos pont, amikor eladta magát Rózsa Sándor az ördögre, és onnantól mindig bevörösödött a szeme. Aha. Onnan lehetett tudni, na akkor most megszállja az ördög, és akkor nagyon csúnya dolgokat csinált, akkor agyba főbe ölte az emberöket, stb. Úgyhogy van egy kis fauszti vonal a regényben, van egy kis magyar népművészeti, vagy néptörténeti, művelődéstörténeti vonal benne. Van ez a kis jó kis nyelvészeti játék benne. És ugye ott van benne az egész magyar történelem, tehát hogy ugye amit mondtál, hogy először betyár volt, aztán utána elment harcolni a 48-as eseményekbe. Na az ugye úgy volt, nem tudom, emlékszel, hogy a régen volt a jó kis tévé, hogy mi ez, M1 volt, az Egyesön volt régen a Rózsa Sándor tévéfilm sorozat, Poszter Sándor szereplésével. Ahon ugye állandóan rosszul mondták az ő betűket, tehát mi... Igen, erre nem emlékszem. Mi ugye Makón, tehát állandóan néztük ezt a sorozatot, és haotáztunk állandóan, hogy össze-vissza beszéltet. Az ő betűket mindig rossz helyre rakták, stb. De nem is ez a lényeg, hanem ott volt egy ilyen jó kis
mondat, hogy ami teljesen megragadt a fejembe, hogy Pandúrnak ajánlkozott, de elutasították a jelentkezését. Mert hogy ugye valóban Rózsa Sándor egyszerűen fejébe vötte, hogy Ágnus már ő, hogyha annyira nagy tapasztalata van a betyárságban, akkor azt is tudja, hogy hogy kell a betyárokat elfogni, mert tudja, hogy hogy élnek, stb. És ezért a szegedi járáson, vagy nem tudom mi volt ott, bejelentkezett, hogy akkor ő most Pandúrnak jelentkezik, és ezt egészen odáig elvitte, hogy az akkori császárnak íratott levelet valami ügyvéddel, amit aztán kézzel aztán vissza is kapta egyébként a választ valami úton, módon, hogy elutasították, de utána lőtt belőle katona, és vitte magával a betyártársait, de mondjuk akkor már az ördögnek el volt adva az ő lelke, úgyhogy akkor már nagyon gonosz volt, és össze is a katonaság örvény is fáma szerint össze-vissza gyilkolászott mindenkit. Igen, egyébként ez nem tudom, hogy ez is ténye, hogy erős vonzalma volt az egyenruha iránt. Ez jellemző egyébként az ilyen zabolátlan lelkekre, kicsit magamra ismertem, hogy a rend iránt van egy olyan erős vonzalmunk, hogyha az nem valósulhat meg, akkor jöjjön a teljes káosz. Tehát az inga két, igen, csak az extremitások. Csak az extremitások. Arra középút az nem működik.